A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben is a táncosok belvárosi felvonulásával vette kezdetét a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. A Táncháztól a Városháztéri Színpadig zenélve, táncolva érkeztek meg a 16. fesztivál résztvevői. Több ezren várták a Városháztéren felállított színpadnál a nyitógála kezdetét. A nézőközönséget Brájer Éva alpolgármester köszöntötte. Mindannyian voltunk már olyan zenei élmény részesei, amely úgy éreztük, egészen közel vitt minket valami istenihez. Főként, ha a zene kifejezésre jutott mozgásunkban is, a tánc, a megtestesült, valódi örömöt nyújtó spiritualitás e néptáncfesztivál repertoárján is látszik, milyen változatos, gazdag a tánc nyelve. Az időjárás előrejelzések rossz időt jósoltak hétfő estére, bár a gála kezdetekor szép idő volt, a szervezők folyamatos kapcsolatban álltak az Országos Meteorológiai Szolgálattal, hogy vészhelyzet esetén biztonságban lehessen elhagyni a helyszínt. Nem tévedtek a meteorológusok, a nyitógála kezdete után mintegy 3-4 órával megérkezett Székesfehérvárra a vihar és a szél. Az elmúlt 3 percben tovább romlott a meteorológiai jelentés, ezért fájó szívvel kell mondanom önöknek, hogy itt a Városháztéri Színpadon a nyitógála műsorunkat befejezzük, illetve felfüggesztjük. A szervezők sajnálják, hogy az időjárás miatt nem élvezhették a résztvevők valamennyi vendégnemzet táncosainak bemutatóját, ezt azonban a fesztivál ideje alatt bőven lesz lehetősége pótolni a közönségnek, hiszen augusztus 20-áig minden csoport önálló műsort ad a Városháztéren, és a Táncházban is minden nap folkestek várják az érdeklődőket.